Sziasztok! Ma folytatom a Total War Rome Remastered Darth Mode végigjátszásomat a Brutus házzal. És itt maradt abból, hogy Bizantiumnál volt egy nagy csata a trákok ellen, és sikerült őket minimálisan veszteséggel legyőzni. Plusz ugye vissza kell foglaljam Bilazorát, plusz vettem el tőlük jó néhány más területet. Oké, Pontusnak, Sinopénál van egy csomó-csomó egysége. No de legyen az, hogy körváltás. Amúgy Kártágó ugye, te jó ég. Egy csomó elefánttal, meg más egységekkel kikötött Lilibaumnál. Ám bár sok sikert nekik. A városi kohorsz ellen ugye. Plusz ugye Panormusnál volt egy ilyen szórakozós csata, ahol két csapat városi kohorsz ugye lemészárolta a teljes városi őrséget. Elszórakoztak velük. Orders, Imperator. March. Build tower. Orders. Oké, el is kéne foglaljam ugye a fővárost. Nincs építve army barak. Az mondjuk gáz. Na mindegy, majd lesz. Plusz ugye templomokat kell építeni, hogy minél jobb legyen a közrendem. Vagy ugye más épület, vagy más hasonló épületeket, amik közrendet adnak. Oké, amúgy Kartágó az elment innen, ami egész jó. A CPO csapatok szintén visszavonultak ugye a fővároshoz. Ó, Alériát, várjunk, küldetés? Igen, foglaljam el Alériát. Rendben, kéne néhány hajó nekem akkor. Arra gondoltam ugye, hogy küldök négy csapat városi kohorszt, az elegendő lesz, hogy el tudjam foglalni. Valójában Tilis az még mindig a... trákoké, ám bár... Ez is a trákoké, oké. Akkor mindegy. Narbo Martius-t elvették az ibérek, de a rómaiak vissza is akarják foglalni, ugye a Julius ház. Itt van egy nagyobb trák sereg. Itt izé templom van, rossz fajta. Vagy oltár.
Igen, itt is le kell rombolni. Oké, okay, amúgy Pellában majd fogok képezni izét, pratoriánus lovasokat, és a légiós lovasokat le fogom cserélni pratoriánus lovasokra. Oh! Ó, oh, te jó ég, még ez is az övék. Aff, oké. Okay. Még az is az ő területük. Rendben, ezzel a csapattal ide. Azt mondjuk nem gondoltam volna. Plusz nem is emlékeztem, hogy ott lenne egy terület. Jó lenne ugye legyőzni a trákokat teljesen. Utána... We must go our separate ways. Oh, hoppá. Our thanks. Meg tudom... We request your help. Meg tudom támadni a rómaiakat? Az szép. Az nem jó. Na várjunk, akkor le kell képezzek városi korszakat Cannibo és Capuába. Hűha. Szenátus megszegte a szövetséget. Oké. Rendben, flottám ide. Várj, hadra kerültem a rómaiakkal, most látom. Ó, bakker. Oké, akkor inkább izét képzek gyorsan. Cannéba, sima légióst. Elkezdődött a polgárháború. Rendben, egy római légiónak haza kéne térnie. Francot, nincs honnan. Oké, mindegy. A városokat be kell erősítsem. Szegesztikás, Szalónát, mind a kettőt. Hát, kicsit jobb lett volna, hogyha később történik meg a polgárháború, de oké. Okay. Oké, okay, Rodoszt is tovább tudom fejleszteni, nagyon jó.
Rendben. Arra gondoltam, hogy ezzel a légióval fogok visszajönni. Igen, meglett a mauzóleum. Király. Szóval minden épület, ami 5 körnél tovább tart, hogy megépüljön, 20%-kal gyorsabban tudom megépíteni. Ami egész király, ha úgy vesszük. Plusz mindenhol sokkal jobb lett a közrend, mert ugye elfoglaltam egy csodát. És Bizántiumot eléggé körbevették. Oké, a rómaiak nem támadtak meg, ami jó. A trákok szerintem békét ajánlanak. De nem fogadom el. Oké, a vallásos épületeket ugye 30%-kal olcsóbban tudom megépíteni. Oké, el kell foglalni ugye Pergamumot, és utána irány Pella, utána irány Itália. Bakker. Jó, itt jönnek. Felvettem ugye még a zsoldosokat is. Hello. Háztáték, principészek. Oké. Érdekes lesz amúgy. Talán így sokkal gyorsabb lenne az építkezés. Ott van egy nagyobb csapat. Jó van. Orders. Imperator.
Territory General Sir! Victory! Build tower! Attack! Victory! Engage the enemy! Begin the siege! Settlement under siege, sir! Oké. Lehet megindítják a támadást Mithilini ellenem, bár szerintem legyőzzük őket. Következő körben ostrom alá tudom venni ugye Pergamumot. És Bizántium ellen lehet szintén megindítják a támadást. Na meg persze jó lenne elfoglalni Rómát, amit korai első kohorszok védenek, légiósok, van városi kohorsz is. 302 van ugye egy ilyen csapatban. 302 katonából áll. Az jó lesz. Van Onager. Van korai kohorszuk is, meg némi légiós lovas. Pratorianus is van, az szép. Bár a legjobb ugye az lenne, hogyha csak rásolnám őket, az kész. Vagy amúgy is neki kell jönni, szóval jöjjenek ők akkor. Hogy az egész nincs lovasság ugye ebben a seregben. Zöld a kék ellen. Oké, csak támadunk. Oké, ezeket az egységeket ugye megeszik az én egységeim. Van Hastát itt, a jó ég. Az ő Pratorianus gárdájuk megtört. Az szép. Állik, ezt úgy mondtam, mint hogyha nekem is lenne, de mindegy. Ez kész mészállás, ugye? Praetorian Cohort. És megfutottak a gyávák.
Jó gyors mészárlás. The enemy general is running away. This is no way for a leader to behave, but in battle it's beyond belief. The gods be praised. The enemy's hearts are full of fear and now they flee. Ki nem adta fel? Á, ott van egy csapat. The gods be praised. The enemy's hearts are full of fear and now they flee. Oké, nem érik utol őket. Nem tudom kiválasztani, ugye, hogy elfogadom a karaktert, na mindegy. Ezeket is simán legyőzik. Igaz ugye, hogy ezek ugye csak principész, meg hasztáti, de ezüstgerendások, meg velitészek, equitészek, szóval ez ugye még egy régi sereg. Reform előtti katonákról van szó, ugye? The enemy have brought up reinforcements in a pathetic attempt to save themselves. Ezeket a városi korszakokat nagyon át kéne képezni, mivel már néhánynak ugye van extra tapasztalata. Equitész, meg principész, ugye? Igen, ugye a lovasrólam az okoz veszteséget. Adjáva, patkányok! Az az egység megfutott. Valójában jól nyomják amúgy a izék a CPU egységek. Látszik, hogy tapasztaltak. Az ellenséges testőrség az, ami intéz minket nagyon. Az a lovasrólam ugye, vagy testőrség ugye, lovasrólam miatt nagy veszteséget tud okozni. Gyerünk! The gods have filled the heart of the enemy general with fear. Now he flees the field like a coward. Oké, bár megfutnak. Attack!
Bátrak ezek a principészek. Ó, na végre ide volt. Oké, bár nagyjából ennyi volt. Nem gondoltam volna, hogy egyáltalán meg fognak törni a izék a városi korsz, ugye. Azt nem gondoltam volna, hogy megtörnek. De a lényeg, hogy győztünk. Oh, még egy. Ó, oh, bakker. Ah, oké, okay, jó van. Nincs valami magaslat? Hát nem igazán. Na jól van, hadd jöjjenek. Hadd jöjjenek. Annyi az egész, ez is ugye egy reform előtti sereg, de tapasztaltak nagyon, ugye ezüst gerendások. Valahogy ezzel a sereggel ugye vissza kéne jutnom Kápuába, hogy át tudjam képezni őket. Amúgy nekik kell támadni, szóval, ja. Megvárjuk, még ők jönnek. Vagy van egy olyan érzésem, hogy az AI be van bugolva és nem fog támadni. Nem, bár remélem, hogy... remélem, hogy támadni fog. Bakker, ez egyáltalán nem néz ki olyan jól. Nagyon sokan vannak. Ó, ti gyáva patkányok! Oh,
Ne törjetek! Ezüst gerendások is megfutnak! Jól nyomják amúgy a városi kórszok, csak hát azért még ők is megtörnek. Sajnos. De ugye az AI bónusz ott van még, plusz ugye ezüstgerendások az egységek. Ugye AI bónusz és az egységeik is rendkívül tapasztaltak. Gyerünk, a Town Watch-ot csak legyőzik könnyedén. Kettő ezüst gerendások mondjuk, de sokat nem számít. Igen, a városi kórsz ugye vereségre áll a principé szellemivel, jóval többen vannak. Ám bár itt az erősítés. Vissza kell hajóznom Capuába ugye ezzel a csapattal. De jó, mert ugye meggyengítettem azért a CPU házat. Oh, oké, okay, a Principész megtört, tökéletes. Valójában ebből a seregből néhány íjász hiányzik, vagy ugye lovas, de akkor túlságosan könnyű lenne legyőzni az ellenséget. Ó, oh, te atya úristen! Ah, ennek a csapatnak annyi. Ah, bakker! Ajajajajajajajaj. Oké. Oké, oké, oké. Urban cohort. Urban cohort. Urban cohort. Urban cohort. Units! 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 Double time! Units! Units! Move! Move! Units! Units! Urban cohort! Form testudo! Rendben. Hadd jöjjenek. Urban cohort. Ready, units! Stand on formation!
De megint megtört. Megfutnak a gyáva patkányok. Fedébe. Gyerünk. Hát már visszajönnek, ami jó. Okay. Praised. The enemy general is killed. Fear makes a home in our enemies' hearts. Szétlövik a izét az egységeimet, annyi az egész. Oké, okay, aztán mégse lesz átképzés ennek a seregnek. Mert ugye nem lesz kit átképezni hamarosan. Igen, így játszok. Fenébe. Oké, jónak jó volt. Jól harcoltak ezek a városi kohorszok, de ja. A túlerő az lenyomta őket. Mondjuk közelharcban nem tudtak volna legyőzni. De az előcsatározók ugye azok intéznek el. Igen, jó volt. Fenébe. Oké. Oké, egyetlen létrájuk van. Valójában a főtéren kéne védekezzek. Mert így sokkal jobban ki tudom használni a izét, az auxiliánsokat. Plusz ugye basztarnákat legyőzni közelharcban a falon, könnyű auxiliával, hát lehetetlen.
Főleg úgy, hogy valójában a játék ugye kicsit bugol is. The enemy are at the walls with ladders. Now Roman bravery must be proved anew. De minden igaz, akkor ha mire ugye bejönnek a főtérre, addigra a tornyok még lőnek ki közülük, szóval ja, jó lesz. Plusz, hogyha elfoglalják a kapuházat, akkor ugye meg is lehet törni az ellenséget. Várjunk, ez amúgy 80 testőrrel rendelkezik, lehet frakció örökös amúgy a csávó. Oké, okay, minden igaz, ez a piac. Király. Nem, ez izé, ez Juno temploma, de hogy piac. Ez a piac. Igen, Agora. Csak kicsit furcsa, mert ugye... itt ugye nincs semmi... vagyis van kirakva, de nem olyan... Valójában Juno templománál, mint hogyha több ilyen árucik lenne. Mint magán a izén. A piacon. Furcsa. Oké, okay, a torony ugye az jó sok ellenséget kilő. Vagy tornyok. Sok ellenséget kilőnek, ami nagyon jó. Ja, például ez a Foxman egység, ez egy az, hogy már hullafáradtak. És igen, ugye a tornyok meg elintézik. A legelső, aki ide jön, az a tábornok, király. Nem már, hogy a csávó... Ne engedjétek el. Na ne, hogy az a... Idiótákkal vagyok körülvéve. Talán a torony ki fogja lőni. Vagy tornyok. Nem tudom mennyire az esély mondjuk. Nem. Hogy az a... Ma mindegy. És törjük meg őket. Még ugye van egy egység, amit meg kell törni, egy csapat basztarna. Sajnos a tábornokok el tudott menekülni. Ott jön ugye még ez a csapat basztarna. Őket kell elintézni. A legjobb az egész, hogy teljesen ki vannak fáradva. Alig bírnak menni.
Jó ötlet volt ugye leképezni néhány egységet ide. Na, hogyha nem képeztem volna, akkor ugye elveszítem ezt a várost. Még ugye el kell foglaljam Pergamont, és amelyik sereggel ugye elfoglalom Pergamont, azzal irány Pella, Pellából pedig Itália. Le kell győzni ugye a Scipio házat, el kell foglaljam Rómát, és le kell győzni a Julius házat. Ah, oké, lassan, de ide ér az a csapat. Jó, mert ugye ők hullafáradtak, az én egységeim pedig frissek, szóval... Egy az, hogy gyorsabban megtörnek, kettő... Szerintem le tudják győzni őket, igen. Na ja, hullafáradtak voltak. Most már halottak. Nagyon jó volt. Kár, hogy a tábornok az nem halt meg. Ha jól láttam, akkor ugye a tábornok tudott elmenekülni, meg egy testőr. Ahogy az a. Rendben. Na jó, győzzük őket le. Are full of fear and now they flee. Ez a légiós egység ugye kapja rendesen a Foxmanek elég jól felveszik a harcot ugye izével. A légiósokkal. Legion!
Oké, ezek a falangszok egész komoly veszteséget okoznak. Na, végre ide volt. Oké, győztünk. Victory! Victory! És azzal ugye meglett a város. Rendben. Amúgy valójában zárnám a videót. Valójában ezekre már itt nincs szükség, ugye könnyű auxiliákra. Télizben ugye lázadás volt. Plusz Sardiszon szintén, Sardiszban. Oké, elvenném még ugye ezt itt. Ezt is. Télisznek amúgy már nagyon kevés serege lehet. Vagy ám is serege is, meg ugyanúgy területe. Na jó, ám már arra gondoltam, hogy zárom a videót, és akkor ugye a következő részt azzal kezdem, hogy körváltás lesz, aztán meglátjuk ki mit lép, ugye. Ja. Plusz ugye ostrom alá vettem Neapoliszt, ahol légiósok vannak, légiós lovas, és Pratorianus kóhoz, meg van Arcani is, az szép.
És ugye sajnos elveszítettem a kis csapatomat. A városi kohorszaimat leölték. Oké, akkor nagyjából ennyi lett volna. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!